helyszínkeresés az olyan volt tulajdonképpen, mint hogyha egy turista csoportot vittek volna A-ból B-be, de hát persze mégsem teljesen olyan, hiszen nagyon is szakmai szemmel nézegettük az épületeket. Ez a szülőháva, az a vendégszoba. Ahhoz, hogy meg tudjuk építeni a díszletet, meg kellett keresni a külső vázát az épületnek. Nekünk egy nagyon specifikus épület kellett, egy sarokházat kerestünk, amelynek erkélyéről rálátunk egy parkra, de ugyanakkor egy éttermet is látunk, illetve az egész nyüzsgő város ott van a lábunk alatt. Nem volt könnyű dolgunk, de megtaláltuk. 14-16 csak B-kamera. Egyrészt nagyon, nagyon izgalmas egy ilyen előkészület, mert sokkal több rétűbb, mint amit bármikor is el tudna a néző képzelni, hogy honnan indul. Tehát, hogy oké, hogy látja majd ezt a lakást, de hát ezt a lakást azért valakinek meg kellett tervezni. Ez a valaki Valc Gábor volt, aki nem akármilyen díszlettervező. Itt állunk a műtermi díszlet előtt. Most bemegyünk. Hát klasszikusan, hogy előszoba, folyosó. A film nagy része egy lakásban játszódik, ami egy fiatal párnak a lakása, akik irodalommal foglalkoznak. Könyvkiadással, gyerekkönyvekkel, tanár. Nem mintha meglepne. Nagyon fontos volt, hogy ez minden részlet ezt sugallja, ennek a párnak egy reális hátteret teremtsen. Például itt a mögöttem lévő polcnak ki lehet venni a hátsó lapját, oda is be tud állni a kamera, hogyha ha olyan szűk esetleg olyan sokan vannak a szedbe, vagy azt kívánja a beállítás. Fölvétel. Tudunk úgy trükközni, hogy bizonyos falakat kivehetővé teszünk, tehát felemelhetővé. Rengeteg olyan dologgal lehet játszani egy épített díszletben, amit mondjuk egy lakásban nem tehetünk volna meg. Itt mindent úgy találtak ki, hogy pár perc alatt a nappaliból akár egy teljesen másik szobát tudjanak varázsolni, és persze a legfontosabb, hogy a kamerák szabadon mozoghassanak. Ez nagyban segíti az operatőr és a kameracsapat munkáját. Kitaláltunk egy olyan struktúrát, és ennek a cölöpjét le is ütöttük már nagyon korán, hogy a kameramozgásokkal, az átlátásokkal, egy olyan vizuálisan nagyon is ingergazdag környezetet hozzunk létre, ami kép dramaturgiailag is fönntartja a figyelmet. Ez tényleg jó! A stúdióban felépített díszletlakáshoz nem tartozik kilátás, ez egy zárt rendszer, tehát ez egy nagy hangár, úgy kell elképzelni, így ezeket tulajdonképpen nekünk kellett életre kelteni. Az történt, hogy ezeket a helyszínen, tehát abból a lakásból, ahol a külsőt megtaláltuk, lefotóztuk, hogy mit lehet onnan látni, tehát mely utcákat, és ezeket hatalmas ponyvákra kinyomtattuk, és ezeket tettük be a díszletbe, egy olyan 10 méteres sugárban a díszlet befejeződésétől, tehát hogy ez volt nekünk ott a kilátásunk, ezt látják majd az emberek a mozikban. Kölcsönlakás. Dobókat a filmje.